Jó reggelt kívánunk! Az úgy történt, hogy megnéztük a Pál utcai fiúkban dolgozó emberek névsorát, és ma a G betűsöket hívjuk meg, Geszti Pétert, illetve most itt van Grecsó Krisztián is, de nem ez volt a válogatási elf, hanem az, hogy Grecsó Krisztián Vera című regénye a Libri Irodalmi Nagydíj közönségdíját nyerte el, és itt van a Krisztián. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Cibba, gratulálom! Jó reggelt, sziasztok! Van egy olyan elképzelés most, egyébként ez egy, azt hiszem, törvény vagy jogszabályi javaslat, hogy szűnjön meg az örökbefogadó szülőknél az a 40 napos tanfolyam, amit eddig mindenkinek el kellett végezni, így például nektek is. És azon gondolkodtam, hogy te mit tanultál abból a 40 napból, vagy mit nem. Tehát, hogy te fölöslegesnek érzed azt a 40 napot, vagy hasznosnak, és inkább azt mondanád, hogy ez ne változzon meg. Csak 4 nap. Csak ja, 4 nap. Nem 40? Nem. 4. Akkor bocsánat, akkor 4 napos, akkor az szűnjön meg, de megszűnjön? Igen. Én igyekeztem is minden létező módon, az nyilván manapság a Facebook fellépni ez ellen, mert hogy az egy elképesztő nagy tévedés, hogy az örökbefogadás menete azért lenne nehézkes, mert azt a tanfolyamot el kell végezni. Az a tanfolyam rendkívül hasznos dolog, és hihetetlenül veszélyes lenne megszüntetni, és óriási, óriási hiba. Megmondom miért, mert az a tanfolyam téged lelkileg készít fel arra, hogy mi várhat, mi történhet, milyen szituációkba kerülhetsz, és ezeknek a lelki és gyakorlati részére készít fel. Na most itt a gyerek kerül a legnagyobb veszélybe, hogyha a szülő, a jövendőbeli örökbefogadó szülő nem végzi el ezt a tanfolyamot, és ideái maradnak, vagy olyan tévképzetei, vagy téveszméi, ami után a gyereket mondjuk ne adj Isten visszaadja, vagy egyéb csalódás éri az örökbefogadott gyermeket. Tehát itt nem a szülők lesznek igazi veszélybe, hanem azok a gyerekek, akik olyan szülőkhöz kerülhetnek, akik erre nincsenek fölkészítve. De titeket például, ha visszaemlékszel, vagy miben változtat meg? Mert hogyha, pláne, hogyha 4 nap, akkor az elég kevés idő. Tehát, hogy a ti attitűdötök, vagy bármi, hogy változott meg abban a 4 napban? Hát ugye ez azért úgy néz ki, hogy ott amész kora reggel, és késő estig ott vagy. És olyan, mint egy nagy szeminárium, egy ebédszünettel, és egész nap együtt gondolkodtok, szituációs játékokat csináltok, feladatokat. Én hasonlítottam egy lelki gyakorlathoz is. Legfontosabb dolog, nincsen vizsga. Tehát nem bukott meg senki, nem bukhat meg senki ott. Egyszerűen én még azt is javasolnám, hogy olyan készülő szülők, akik vérszerinti szülőkként vágnak bele, ne adj Isten, ők is végezzék el, mert hogy nem csak arról van szó, hogy ott olyan szituációkat kell végig gondolni, ami az örökbefogadáshoz kapcsolódik, hanem bizony arról is, hogy mondjuk ez egy házasságnak is egy nagy mérföldköve. A házasságnak is egy nagy vizsgája a gyermekvállalás, amit soha senki nem mond el neked. Az is kiderül ott, hogy esetleg egymásban is olyasmit fogtok megtapasztalni, vagy önmagatokban is, amit eddig nem láttatok, vagy nem ismertetek a másikból, és erre készülni kell erre. Ez nincsen magától, és nem biztos, hogy olyan rutinok kerülnek elő a gyermekkorodból, a legmélyebb helyzetekből, amikkel örömmel szembesülsz. Tehát azért itt ezt nagyon hasznos és érdemes elvégezni. Nagyon érdekes, ahogy mesélsz, egyszerűen azt kell mondanom, hogy hallgatlak, nézlek téged, és szinte nem tudom elmondani, különbséget tenni, hogy a saját életedről, saját családi titkodról, vagy pedig a saját írásaid családi titkáról beszélsz-e. Mindaz, amiről most mesélsz, mennyire jelenik meg például a saját írásaidban? Hát a Verát én még úgy írtam annak idején, hogy ezt a tanfolyamot még például nem végeztem el. Másképp írnád meg? Másképp máshol lennének a hangsúlyok, a kérdőjelek, a pontos veszők? Nem tudnám megírni most. Nem vagyok abban a lelki állapotban, vagy abban a helyzetben. Kivételeznék szereplőkkel, meg túl engedékeny lennék. Egy író nem lehet semmelyik figurájával, nem kivételezhet vele, nem lehetnek ilyen érzelmi viszonyok, majd az olvasó szereti vagy nem szereti, majd az olvasó eldönti, hogy hogy viszonyul a figurákhoz, te nem lehetsz elfogult, és én nyilván most ebben a helyzetben
teljesen másképp vélekednék az örökbefogadó szülőkről, és egészen másképp írnám meg például azt a jelenetet, amikor a szülők, ugye a Vera 1980-ban játszódik Szegeden. Akkoriban még az volt a pedagógiai policy, hogy nem mondják meg a gyereknek, hogy ő örökbefogadott. És van egy nagy jelenet a regényben, amikor ezt a szülők megpróbálják, és nem sikerül. Na most ott nem sikerül, mert feladják. Mert megfutamodnak, mert kényelmesebb benne maradni a hazugságban. Na most például azt valószínűleg sokkal engedékenyebben rajzolnám meg, ami nem tenne jót a könyvnek. De figyelj, most a Verával kapcsolatban ugye ez egy nagyon ilyen lélektani regény. Ez egyébként egy csomóan mondták, hogy például azt, hogy nőknek való, ez fura, miközben egy apuka azt kommentelt, hogy ő azért fog elolvasni, hogy megértse a saját lányait. Meg azt is mondják, hogy egyébként akár kamaszoknak is való, tehát lányregénynek is való regény, mert hogy egy tényleg egy kamasz, egy 10 éves kamasz lelki vívódása. De ez most tudom, hogy a legegyszerűbb kérdés, amit föl lehet tenni, de te kb. Egyidős vagy ezzel a szereplővel, kb. És nem, egyszerűen nem értem, hogy miért lányt választottál. Tehát ez iszonyú sorsszerű, hogy aztán egy lányt fogadtál örökbe, de ezt akkor még nem tudhattad, hogy miért nem fiúnak a szemszögéből írtad ezt meg? Két dologból volt nagyon elegem. Az egyik, hogy abban biztos voltam, hogy a következő könyvem nem arról fog szólni, hogy egy vidéki fiú Budapestre kerül. Tehát, hogy ez a téma... mintha már körbe lett volna járva valami én ezt a regényedet játszom most már évtizedek óta. Örömmel hallom, hogy élőben is működik. Minden esetre ez az egyik. A másik, nekem egy régi és fontos vágyam volt, hogy a fontos női karakterek mellett azért kipróbáljam magam, és egy főszereplőm is legyen, és az elmerjek rugaszkodni, és el tudjak rugaszkodni. Ráadásul előtte ugye emlegetted, azzal indítottál, a Pál utcai fiúkban dolgoztunk, hát többek között a Gesztivel, meg a Déssel, meg hát az egész csapattal, és ott hát csak fiúk vannak ugye abban a regényben, ellenben viszont a hétköznapi hősiesség, mint olyan, az egy gyönyörű témája, és egyszerűen a politikája megragadott, nagyon szerettem benne lenni, viszont az is a felé sarkott, hogy rugaszkodjunk már el, és akkor nézzük meg, hogy ez lánybarátságokban hogy működik. És hoztam egy lányt, aki tulajdonképpen alapjaiban én vagyok. Tehát egy de mégis nagyon lány, szorongos, igen. Egy kompenzálós, a szeretetésége, a jó kislánysága, ez mind az én gyermekkori karakteremre van építve. Ha már beszélgettünk Geszti Péterrel, és nem tudom, mennyit beszéltél, vagy mennyit hallottál a beszélgetésből, hogy ő mondta azt, hogy volt egy olyan mondat, amiről utólag nézte, és rádöbbent arra, hogy ezt igazából ő írta. Tehát, hogy a saját írása csak nem jött rá. Akkor, amikor azt mondtad, hogy ma másképp írnád meg a regényedet, ez azt jelenti, hogy egyfajta tanulási folyamat. Az, hogy megnézted, hogy 1980-ban Magyarországon milyen szokásjog volt, és Szegeden például ezt, hogyan adták el, vagy nem adták el, az is egy másik dolog. Lehet, hogy furcsa a kérdés, te például a saját regényedből tudsz tanulni? Jó kérdés. Bevallom őszintén, én nagyon-nagyon ritkán olvasom őket el utólag. Ismerek kollégákat, akik a villamoson a saját könyveiket szokták olvasni, is, hogy aborító látható legyen, de én nem vagyok. Tök profi, nem vagyok, tök profi. Ügyes, igen. Én ezt nem nagyon ritkán. Ennek ellenére nyilván időről időre kell szembesülni a szöveggel, és időről időre nyilván láthatod a hibáit, meg láthatod, hogy mind változtatnál, de ami legjobban meglep, és nyilván ez erre vonatkozott a kérdésed, az, hogy mennyi mindent elfelejt az ember. Tehát, hogy milyen hihetetlenül, ahogy arra szólsz tovább az életedbe, milyen sok minden elmarad. Tehát, hogy ha a Pletyka anyut nézem, ami ugye az első prózakötetem volt, és a Pletyka anyu rutinjait figyelem, hogy miket meséltem akkor a faluról, a faluban szereplők életéről, arról, hogy egyáltalán hogyan lehet ott élni, akkor néha meglepődöm, és úgy konkrétan információkat kapok annak a lelkiségéről, mert hogy annyira megváltozott 20 év alatt az életem, meg olyan sok minden jött, és olyan sok minden kicserélődött, hogy én magam is. Lehet, Krisztián, újra kéne olvasnod magad. Egyébként nagyon cuki a háttérből,
Annát halljuk szerintem néha. Ugye őt halljuk, ahogy így, nem tudom, magyaráz valamit. Még egyet szeretnék mondani, mert az a te élet, vagy a te művészetedben, írásaidban egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi minden összefügg. A Vera nevű szereplő, aki most egy főszereplője ennek a regénynek, ő előkerül egy évekkel korábbi regényedben, csak így említés szintjén, gyakorlatilag, mint egy mellékszereplő, és aztán viszont az örökbefogadás, mint téma, az aztán a verses kötetedben jelenik meg igazán realistán. Tehát, hogy mindennel összefügg, hogy már évekkel korábban ott egy szereplő és egy téma, ami évekkel később egy verses kötetben burjánzik végül. Nagyon érdekes. És szereplők jönnek, mennek a regényeid között. Nagyon rendes dolog, hogy így olvasol. Ez igazán jól esik. Köszönöm szépen. Igen, ez valóban így van, és úgy is képzelem el egy kicsit. Én Szabó Magdára szoktam hivatkozni gyakran. Én nagyon szeretem őt, és az piszkosul bírom azt az életművet, ami úgy épül föl, mint egy univerzum. Igen. Holdakkal, bolygókkal, és a történetek keringenek egymás körül, amelyik figura az egyikben főszereplő, a másikban, mint egy spin-off, már mellékszereplőként előkerül, vagy éppen főszereplőként. Az én pályám is így alakul, és ez az életmű szót, ezt valahogy olyan nem szeretem, mert még akarok élni, és akkor valahogy mindig az érzésem van, mintha meg akarnék már halni benne, de hogy az én életművem is így alakul, hogy egyfelől van egy nagy közös magja, ez ugye az identitáskeresés, a felejtés, a család és a többi, és akkor képest jönnek-mennek a szereplők, jönnek, és cirkulálnak. Mennek a történetek, így van. Krisztián, nagyon jó egészséget kívánok, és köszönjük, hogy velünk voltál ma reggel. Szia, nekünk pedig annyi időnk maradt, hogy elköszönjünk. Minden jót kívánunk, viszontlátásra, holnap találkozunk. Holnap reggel várjuk Önöket.